Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Október 23-án hivatalosan is letette esküjét a 8 megválasztott képviselő és Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd. Dombóváron a helyi képviselőtestület alakuló ülése után tartották meg a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének debütáló ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének, aki ebben a tisztségben második mandátumát kezdte el. Hatalmas taps fogadta Dombóvár újonnan megválasztott polgármesterét a képviselőtestület alakuló ülésén. Pintér Szilárd hangsúlyozta, a valós, megfontolt fejlesztések iránt elkötelezett, ennek megvalósulásáért fog dolgozni. Azt gondolom, hogy az elmúlt 17 évben az embereknek elegek volt ebből a háborúból, ami Dombóváron dúlt. Nyilván a változás igénye megvolt. Én az elmúlt 10 évben a járás társulásának az elnöke voltam, és ebből adódóan volt szerencsém ismerni a valós helyzetet, és egy teljesen más személyiségi jegekkel bíró emberként ismertek meg engem Dombóváron. Ez a bizalmat azt gondolom nem most szereztem meg, hanem az elmúlt 10 évben. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok munkát el kellett végeznünk mind a 8 körzetben, hogy az emberek elhiggyék, hogy ezt lehet másképp csinálni, és talán másképp érdemes csak csinálni, és nem szabad az energiát a háborúra fordítanunk. Tekintettel, hogy én a banki világból érkezem, és 21 éve mellette polgármester is vagyok, azt gondolom, hogy itt olyan fejlesztések zajlanak, amelynek a pénzügyi hátteréről és annak biztonságos kifizetéséről szeretnék én meggyőződni. Nyilván nagyon fontos, hogy megismerjük azt a műszaki tartalmat, ami a valóságban épülne, és erre most én nem szeretnék példákat felhozni, de vannak triviálisan rossz előjelek. Arról szeretnénk meggyőzni, hogy az előjelek valóban jogosak, vagy valóban jogtalanok, és nyilván azt gondolom, hogy egy 8-10 napos leállás a beruházásoknál semmiképpen nem hátráltat semmit, a kivitelezők ezzel kapcsolatosan semmiféle sérelmet nem jeleztek, hiszen őnekik is azt gondolom nagyon fontos, hogy tiszta lappal induljunk, és megbízható partnerekvel álljunk egymásban. Ez a helyzet ez nagyon faramúci, hiszen a kaposmenti társulásnak, aminek én voltam az elnöke, annak csak egyedül Dombóvár nem volt tagja. Hát ebből aludóan én azt gondolom, hogy az első ülésen október 31-én a testületnek meg kell hozni azt a döntést, hogy csatlakozzunk a kaposmenti társuláshoz. Így a járás mind a 16 települése egy egységes társulást tud alkotni, és azt gondolom, hogy a jövőkép benne volt eddig is a működésünkben, de nyilván Dombóvár hiányzott. Jelzésértékű, hogy a helyi testületi alakuló ülés napján tartották Dombóváron a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alakuló ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Tolna megyei választópolgároknak elsősorban, de egész Tolna megye népességének, hogy ennyire mögénk állt, hiszen az előző választáshoz képest minimum 2 fővel növeltük a mandátumaink számát, tehát egy kényelmes többségünk van, 10 vagyunk, a nem közénk tartozók 5 vannak. Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Itt elsősorban a megye fejlesztéséről beszélek, azokról az Európai Uniós forrásokról és hazai forrásokról, amelyet annak érdekében tudunk majd felhasználni, hogy az itt élő emberek otthon érezzék magukat, tudják nevelni a gyerekeiket, a közösségeik tudjanak működni, tehát jól érezzük magunkat Tolna megyében. Egy folyamatos munkarendben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ezt erre rövid időszakra megszakítottuk természetesen. Most folytatni fogjuk azokat a feladatainkat, amik napi szinten szükségesek ahhoz, hogy Tolna megye fejlődni tudjon. Nyilván egyeztetni fogunk a kormányzattal, milyen lehetőséget lát a következő időszakra, annak érdekében, hogy a megye települései tovább fejlődhessenek, hiszen ahhoz, hogy itt maradjanak Magyarországon a polgáraink, ahhoz az szükséges, hogy jól érezzék magukat a kis településeken, a közepes nagyságokon, akár a nagyvárosokban. Ezen dolgozunk mi is, a megye alapvető célkitűzése az, hogy itthon lakhassunk, élhessünk és boldogulhassunk. A helyi lakosok nagy érdeklődését emelte ki Potápi Árpád János, országgyűlési képviselő államtitkár. Látható volt az, hogy milyen sokan jöttek el, dombováriak, milyen sokan érezték a magukénak nem csak a városi testületi ülésnek a megalakulását, illetve polgármesteri esküt, hanem a megyeit szintén, és hát elnök jelöltünk is Fehérvári Tamás, akit közgyűlés óriási többsége 13 szavazattal megválasztott, szintén dombovári lakos, úgyhogy öröm számomra az, hogy ilyen nagy figyelemmel és jókedvűen, felszabadultan
zajlott le mindkét közgyűlés, illetve az itt ülő emberek is így fogadták ezt. Dombóvár polgármesterének munkáját és céljait méltatta Süli János miniszter. Ez egy fontos győzelem, azt gondolom, mint ahogy a polgármester úr elmondta, ő nullállapotot akar fölvenni, együtt akar működni mindenkivel, aki a város érdekében hajlandó dolgozni. Ez szerintem is a legfontosabb, mi meg Paks úgy van ezekhez a választásokhoz közül, hogy mi szeretnénk régióba gondolkodni, régióba fejlesztéseket végrehajtani, nem csak Paksról gondolkodunk, hanem térségfejlesztésről is, ide települő cégeknek lehetőséget biztosítani, hogy akár a már itt vasos szakmába, építőiparra támaszkodva esetleg itt bővítsék a vállalkozásukat, ebbe tudunk közösen előre menni. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökévé egy későbbi ülésen Orbán Attilát választották. Béreket csökkentettek, felügyelő bizottsági tagokat hívtak vissza, és költségcsökkentéssel kapcsolatos döntéseket hoztak a dombóvári képviselőtestület tagjai csütörtöki ülésükön. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. A dombóvári képviselőtestület legutóbbi ülésén két alpolgármestert választott. Németh Tímea lett a társadalmi alpolgármester, Kerényi Zsolt pedig külsős alpolgármesterként segíti Pintér Szilárd munkáját elsősorban humán ügyekben. Ő korábban is töltött már be hasonló pozíciót. Kétszer voltam alpolgármester, mind a kétszer olyan helyzetben, hogy a többségben lévő tömörülésnek a képviselője voltam, viszont a polgármester a másik oldalon állt. Tehát egyfajta ilyen ütköző pontnak kellett lenni. Ez egy borzasztó nehéz feladat volt, és igazából azt is kell mondani, hogy logikátlan, hiszen teljesen más elképzeléseket képviseltem, mint az akkori polgármesterek. Úgyhogy mind a kettő lemondással végződött, mert nem tudtam megoldani ezeket a kérdéseket. Ez merőben más ez a helyzet. Egyrészt azért, mert teljesen a saját frakciómmal vagyok, és a polgármester is ezen az oldalon van, illetve a polgármestert is az oldal adja. A másik, hogy ez a külsős alpolgármesterség, ez egy más pozíció. Ugye itt a döntéshozatalban tulajdonképpen a külsős alpolgármester nem vesz részt, tehát nincs szavazati joga. Igazából csak a érdemi munkában azt kell mondani. A humán szféra fog hozzám tartozni. Pedagógus lévén azt gondolom, hogy legközelebb mégiscsak az oktatás áll hozzám közel. Ugye ennek egy kis szelete, ami önkormányzati fenntartású, mármint az intézményeknek, a bölcsőde és óvodák. Ezen kívül a szociális intézmények, de ez is átalakulóban van, hiszen most két intézmény is az egyházi átadás sorsára jut. És hát minden egyéb, ami ide tartozik, azzal fogok foglalkozni. A pedagógus végzettségű szakember a szakképzés átalakítását látja a legégető feladatnak, célja pedig nem más, mint a fiatalok helyben tartása. Nagy baj az, hogy Dombóvár nem tudja a fiatalokat megtartani. Ezen segíthetne az, hogyha valamiféle olyan továbbtanulási lehetőség lenne itt, amit esetleg majd ebben a változásban biztosítani lehet. Ha nem is egyetemi kampusz, vagy ilyesmi, de ahhoz valami hasonló jellegű dolgot. A testületi ülésen a korábbi három helyet két bizottságot hoztak létre, és tagjaik száma 6 főre bővült. A humán bizottság elnökének Horváth Józsefnét, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének pedig Gyarmatiné Kis Évát választották meg a képviselők, a civil tanácsnok pedig Tóth Zoltán lett. A viszonylag konstruktív ülésen vagyunk túl, hiszen egy órán belül 15 napi rendi pontot tudtunk tárgyalni. Számomra nagyon fontos volt, hogy azokat a személyeket, akiket én alpolgármesternek jelöltem, dr. Németh Tímeát és Kerényi Zsoltot együttetően támogatta a képviselőtestület. Bizottságok esetében is, miután az SZMSZ felülvizsgáltuk, nem tartottam indokoltnak két bizottságnál több bizottság létrehozását, hiszen pénzügyi, gazdaság és humán bizottság kellő mértékben tudja előkészíteni azokat az anyagokat, amelyek a képviselőtestületnek majd dönteni kell. Bizottságok tekintetében eddig 4 fős bizottságok voltak, hogy javasoltam a szélesebb körű kontroll lehetőségének felül megvizsgálását, és ebből adódóan 6 tagúvá váltak ezek a bizottságok. Azt gondolom, hogy az a gesztus, amit ma gyakoroltam a demokratikus erők irányába,
2014-ben elmaradt, hiszen minden bizottságba delegáltak ők is egy-egy tagot. A képviselőtestület tagjai valamennyi többségi önkormányzati tulajdonú társaság esetében a felügyelőbizottsági tagokat visszahívták, és a már lemondott vagy a mostani döntéssel visszahívott tagok helyére új tagokat választottak. A képviselők döntöttek arról is, hogy 30%-kal mérséklik az illetményeket és a testület működési költségeit. A bizottsági tagok, mind a bizottság elnökei, mind az alpolgármesterek önmérsékletet tanúsítottak. Ezáltal mintegy 30%-kal tudtuk csökkenteni képviselőtestületünknek a működési költségeit. Nyilván ott egy olyan döntés is, amikor döntöttünk arról, hogy a polgármesteri jólétét szolgáló gépjárművet értékesítjük. Ebből adódóan sajnos múlt héten egy kedves fiatalember munkanélkül lett, tekintette, hogy a gépjárművet értékesítjük, személyes sofőrre sincs már ezek után szükségen. Ezzel és egyéb költségcsökkentési intézkedésekkel együtt több mint 10 millió forintot takarítanak meg éves szinten a dombovári képviselőtestület tagjai. A testületi ülésen egyébként döntés született arról is, hogy megszüntetik a Dombóvár és környéke több célú társulást. Számomra nagyon fontos, amit mindvégig hirdettem kampányom során, hogy a járás települései, a 15 Dombóvárral az egész, több dolog köt minket össze, mint szét. Ennek a lehetőségeit szeretném megteremteni november 30-áig. A Csonka több célú társulást szeretnénk megszüntetni, és szeretnénk a járás szerves részévé válni, ami el is várható szerep egy járásközponttól. A leállított beruházásokról és azok esetleges folytatásának módjáról egy másik ülésen döntöttek. A polgármester azt mondja, a toppos és efopos támogatásból megvalósuló beruházásokat egy-két héten belül folytatják, és azok várhatólag még az idénbe is fejeződnek. Hitről, hivatásról, imáról tartott előadást dr. Csókai András idegsebész, agykutató Dombóváron az Apácai Szakgimnázium dísztermében mintegy 300 érdeklődőnek. Csókai András a híres idegsebész irányításában szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámékreket. A hosszú 30 órás műtét alatt nem csak odafigyelésben, hanem erőnlétben is érezte az imák jótékony hatását az orvos. ...2017-ben kezdődtek el az akkor másfél éves Rabeja és Rukaja szétválasztási előkészületei. A két bangladesi kislány fejüknél nőtt össze, és az operációt a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány 35 fős orvos egészségügyi csapata vezette. A világon ugyanis csak ők vállalták a kockázatos műtét sorozatot. Az, hogy a szétválasztásuk mekkora feladat volt, jól jelzi, hogy csak az előkészülettel 55 ezer munkaóra ment el, és csak a szervezés alatt közel 10 ezer e-mailt váltottak. Idén nyáron a második jelentősebb műtét során sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámikreket Csókai András a híres idegsebész irányításában. A 2-3 éves kislány állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt vannak. A világhírű magyar orvos a sziámikrek kezelésekor napi többszöri kapcsolatban volt feleségével és családjával, akik imádkoztak érte. Ennek eredménye is lett. Csókai doktor a hosszú, 30 órás műtét alatt nem csak odafigyelésben, hanem erőnlétben is érezte az imák jótékony hatását. Az orvos azóta folyamatosan előadásokat tart arról, hogy az átélt szenvedésből teremtő energia születhet. Így volt ez Dombováron is, ahol zsúfolásig telt terembe, közel 300 érdeklődő előtt beszélt a tudomány és hit kapcsolatáról. A hit vagy a egyház mondjuk, az nagyra tartja a tudományt. A tudomány, mint használati eszköz nem tartja nagyra annyira a hitet, de annak ellenére pedig vannak erről komoly cikkek, tehát ilyen prospektív randomizált vizsgálatok, hogy olyan csoportért imádkoztak, aztán ugyanúgy, akikért nem imádkoztak, és jobb voltak a gyógyulási eredmények, például egy koronária őrzőbe. Ez minket azért nagyon érdekelt, legalábbis engem az utóbbi időben, mert nagyon nagy imakérés volt a sziámikrek szétválasztása kapcsán, és én éreztem a háttérimának az előrevívő erejét. Aztán például a gyerekek nagyon kritikus állapot után pont Nagy Boldogasszony napjára lettek jobban, a rengeteg imádság hatására. Hát egyelőre ennyi, minden esetre talán a életemnek egyik
vagy talán a legnagyobb főműve, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen elindítottam 11 éve Kopp Mária professzorasszony segítségével egy Istenhit és Orvostudomány című tantárgyat. És ebbe sok neves előjel jön, például Pécsről jön a Kellermeyer professzor úr, meg a Papp Lajos professzor úr is innen jön, és valami igen tanúságot tesznek arról, hogy az Isten hit, a Krisztus hit mennyire segíti az orvostudományt. Immár 5 éve Csóke András minden nap agyi és boncműtéteket végez halottakon, és legnagyobb megdöbbenésére azt tapasztalta, hogy ez a teljesen triviális dolog, hogy ne élőkön gyakoroljanak, hanem elhunytakon, mennyire nincs benne az orvosok vagy a rezidensek képzésében. Nem csak Magyarországon, de Európában sem. Nekem nagyon sokat segít, azért inkább én ezt a sebészetre redukálnám. Természetesen minden kórházban, ahol kórboncolás van, oda lehívják az illető osztálybeli orvosokat. Én mondjuk konkrét itt a műtéti gyakorlatra gondoltam, különösen azokban a szakmákban, amit nem lehet asszisztensi oldalról megtanulni. Ilyen az én szakmám is, a mikrosebészet, a agyi mikrosebészet, és bizony nagyon sok keserves sikertelenségen megy át az ember addig, amíg eljut oda, hogy megfelelő gyakorlatot szerez. Ez bizony ki lehetne védeni, hogyha rávennénk akár a fiatal generációt, vagy akár a középgenerációt is a rendszeres mostani gyakorlatra, de ez nagyon nehéz, ez megint a hittel van kapcsolatban, mert az ember, hogyha nem hiszi a feltámadást, Krisztus feltámadását, azért nehezen van minden nap a elhunyt testvérek testeivel, szóval nem egy olyan szívderítő dolog. Most így halottak napja után vagyunk, azért a halottak napját sokan szomorú ünnepnek tartják, vidám ünnep, mert arra is emlékeztet minket, hogy akkor megyünk át a örök életbe. De hát ehhez hinni kell a feltámadásba. Ez egy nagy problémája még a keresztényeknek is, hogy valóban szívükkel elhiszik-e, vagy nem. Csóka András több magyar orvos kollégájával 2002-ben létrehozott alapítványa a Kalkuttai Szent Teréz szavainak szellemében végzi küldetését. Nálam a szeretet cselekvést jelent. Halloweenkor szinte az egész világ jelmezbe öltözik. Magyarországon is egyre nagyobb hagyománya van a maskarába bújásnak és az ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezeknek. Dalman települése sem maradhatott ki ebből a buliból. Harmadik éve rendezik meg a Tök Jó Partit, ami a település polgármestere szerint összekovácsolja a fiatalabbakat és idősebbeket. A Halloween sokan tévesen ítélik meg napjainkban. Az október 31-én tartott jelmezes beöltözős bulik és csokit vagy csalunk játékok nem az Egyesült Államokhoz kapcsolódnak, sokkal inkább egy ősikelt a hagyományhoz kötődnek. Manapság azonban az amerikai példa jut mindenkinek az eszébe. Dalmandon nem törődnek a Halloween eredetével. Népszerűek voltak a boszorkányos jelmezek, az arcfestések, és voltak olyanok, akik zombinak öltöztek. Az egyik jelmezes lány például azt mondta, ilyenkor úgy is viselkedik, mint egy zombi. Én azért öltöztem zombinak, mert azt hittem, szerintem, hogy nyerni fogok. Ilyenkor úgy járok, mint a zombik, hogy üvöltözöm, mint a zombik. És akkor, hogyha olyan van, akkor olyat is eszem, mint a zombi. Hát, láttam olyan sütiket, mint az agy, és akkor az megtetszett, és remélhetőleg majd ehetünk is belőle. A gyerekeknek különböző játékokat kínálnak a szervezők. A település polgármestere azt mondja, már harmadik éve rendezik ezt a partit. Stanné Juhász Luca szerint ez azért jó, mert a szülők és a gyerekek együtt tudnak dolgozni, és összehozza a generációkat a jelmezben eltöltött közös este. 3 éve rendezzük a Tök Jó Buli rendezvényt, sikeresen, évről évre nagyobb a nézettsége, nagyobb a részvételi arány, tök jó süteményeket sütünk, ami utána kisorsolásra kerül, tehát a legszebb és legrémesebb sütemény kapja az első helyezést. Szülőket, gyermekeket együtt mozgatunk meg, részt vesz a szülő is, tehát szülő is öltözhet jelmezbe a gyermekével együtt, és részt vesznek a
felnőtteknek is szervezünk játékot, külön a gyerekeknek is szervezünk, a gyerekek akkor itt ügyességi játékon vesznek részt, a felnőttek pedig már kicsit rémesebb játékokon, amit mi találunk ki pedagógusaink segítségével, tehát elkülönülünk ilyenkor, külön vonulnak a felnőttek, külön a gyermekeknek ügyességi játékok vannak, a felnőtteknek pedig rémes, gyilkosos játékok, ami ide vonza végül is a szülőket is, nagyszülőket is, meg a piciket, nagyokat egyaránt. Hát a sötétség varázsa, és az, hogy a gyermekek, óvodások elemlámpával keresik az eldugott tök jó dolgokat, tehát ez számukra egy nagyon nagy élvezet. Kiemeli az óvodás gyermeket, kiemeli az iskolás gyermeket, kiemeli az óvodás szülőt, iskolás szülőt, ezáltal a nagyszülőt. Tehát, ha itt végignézünk a rendezvényen, hiába van sötét, ugyanúgy itt van a kiskorosztály, középkorosztály, idős korosztály, minden korosztályt megtalálhatunk egy ilyen tök jó partin belül. A magyar-horvát kapcsolatok jobbára csak a sportban, ezen belül is a fociban működnek. Így van ez Dombóváron, illetve vonzás körzetében is. A Csikóstötösi nemzetközi négy csapatos magyar-horvát nyújtott pályás futballtornán a horvát főkonzul, a dombóvári új polgármester, valamint a helyi nemzeti kisebbségi vezetők kinyilvánították a béli szándékokat, hogy az együttműködést a kölcsönös előnyök alapján a kulturális és gazdaság területén is meg kell valósítani, a sportbelit pedig tovább bővíteni. Ha majd valaki a Csikóstötösi falu történet 21. századáról szóló fejezetet is megírja, és a sportnak is szán oldalakat, bizonyára bekerül majd abba a nemzetközi nyújtott pályás torna, amelyen 2019-től immáron két horvát csapat is szerepel. Mert hogy a vasutas torna a horvát-magyar barátság építésében is remek lehetőség. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvári Vasút horvát kapcsolatainak különböző szálai foci ügyben az idén összefutottak. Volt már áprilisban egy ilyen kupánk, és most ezt már tovább léptünk, mert két horvát csapat érkezik. Ezt a vasutasok szervezték, az egyéb szervezés az önkormányzati. Az eszéki vasutas öregfiúk csapata jön, és a csepini vasutas öregfiúk csapata jön, ezek mind eszéki csapatok. Az egyik magyar ellenfél a dombóvári vasutas csapat, a másik pedig egy vegyes csapat volt. A dombóvári horvát önkormányzat és a házigazda Csikóstötösi még nem is annyira öregfiúkból állt össze ez az együttes. Mint ahogy említettem, azon túlmenően, hogy ma is a fociról szól a mai napunk, de nyilván ebben van egy kis szakmaiság is, hiszen a vasutas kollégák egymással évről évre tapasztalatot cserélhetnek és megbeszélhetik a helyi vasutnak a ügyes-bajos dolgait, illetve náluk mi történt. Az eszéki vasutas csapat már Pécsen, Siklóson járt, és örömmel jöttek Dombóvára is. Annak ellenére, hogy az átlag életkoruk közel az 50-hez, már az első meccsen a dombóvári vasutasok ellen egy nagyon egységes, erőlétben kiváló, fegyelmezett csapat benyomását keltették. Igen, edzésben, mozgásban vagyunk, elég sok tornán veszünk részt egy-egy évben, váltakozó sikerrel. Általában vasutas szervezésű rendezvényeken játszik a csapatunk, a játék öröme a fontos, mondta Pihan Kujek, az eszékiek csapatkapitánya. A másik eszék környékéről, Csepinből érkező csapat papíron még erősebbnek tűnt, hiszen ők már a horvát öregfiúk ligájának megyei első osztályában szerepelnek. A tavaszi öregfiúk tornán már jártak itt Dombóvár térségében. Egy agrárvidékről érkeztünk, zömében a 40-es éveikben járók alkotják a csapatot, fiatalabbakat nem is fogadunk. Örömmel jöttünk, mert fontos, hogy bővüljenek a kapcsolataink, és feldob bennünket egy-egy ilyen nemzetközi találkozó, amely most is vár ránk három mérkőzésen. Győzelemre törünk, mindent megteszünk érte, ám ha az ellenfél jobb, ennek elismeréseként azonnal kezet fogunk nyújtani, mondta még a pályára lépés előtt a csepini csapat még aktív játékosnak számító elnöke,
akitől még megtudtuk, hogy Dombóvárról, illetve környékével, valamint a nyugat-magyarországi Felső Szent Mártonnal, ahol már szintén jártak, ha egy mód van rá, még szorosabbá kívánják tenni a kapcsolatot. A Csikós-Tőtösi vasutas orientációjú nemzetközi tornára kilátogatott Horvátország magyarországi főkonzulja, Drágo Horvát is. A sport a legjobb összekötő kapocs a népek és nemzetek között. Ez a terület működik a legjobban a magyar-horvát kapcsolatokban is, elsősorban Pécs és Dombóvár környékén. Hiszem, hogy ez a torna további egyesületi és emberi kapcsolatokat generál, és újabb klubokat visz egymáshoz közelebb, mondta előjáróban a horvát főkonzul, aki abbéli reményének is hangot adott, hogy a kulturális és gazdasági kapcsolatok is jobban fognak majd fejlődni, mint az elmúlt évtizedben a két ország között. Az Európai Uniós tagság miatt több közös gazdasági projekt is lesz majd, már a közeljövőben, mint eddig volt, jegyezte meg egyfajta üzenetértékűen a horvát diplomata. A dombóvári új polgármester, mint kiderült, nem csak ezt a focitornát fejleszteni, hanem úgy általában a magyar-horvát kapcsolatokat tenné más, eddig nem látott dimenzióba. Egy városvezető azon túlmen, hogy építi a testvér kapcsolatokat és a civil szervezetek útjait egyengeti, legnagyobb kívánság az, hogy észrevétlenül is mindig a gazdasági fejlődés lebegjen a szem előtt, és minden olyan lehetősége éljen, amely Magyarországon történik, vagy túlnyúl határokon is. Azért maradjunk most még a focinál. Az eszéki öreg fiúk nyerték ugyanis a Csikós-Tőtösi négy csapatos magyar-horvát tornát. Második helyet a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat csapata szerezte meg a dombovári vasutasok előtt, akik így a harmadikak lettek. Megelőzve a szakmabelieket, a negyedik helyen végzett horvát vasutasok csapatát. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!